Közel 40 játékossal kezdte el a felkészülést a nyár elején a magyar serülő fiú kézilabda válogatott, amelyet Vágó Attilával egyetemben a Nyíregyházi Bartadénes irányít. A csapat négy héten keresztül készült a Balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémián, közben több tornán is részletek a fiatalok. A válogatott 15 mérkőzésből 14-et megnyert. A közben 20 főse szűkített keretben megyebeli játékosok is helyet kaptak. A megyéből is néztünk meg játékosokat. Nagyon tehetséges a megyében a Kvanc Balázs, a Fábián Vince. De hát egyszer kimaradnak, egyszer bent vannak a keretben. Nekünk az a feladatunk, hogy ebben a korban a fejlődő játékosokat is fél évente azért visszakukkantsunk rá, edzői javaslatok alapján, illetve látottak alapján visszahívjuk, vagy esetleg másokat hívjuk meg, de most már ez szorít a cipő, és le kell szökíteni a keretet. A szakember elmondása szerint az európai élmezőnyhöz képest fizikálisan némileg hátrányban van a magyar válogatott. Egy picit ilyen könnyű lovasság vagyunk. De ö, taktikailag, ö, fegyelemben, küzdelemben, küzdőszellemben viszont fölvesszük bárkivel a versenyt, ezt bizonyítja a, a görög torna is, ahol lejátszottunk hét mérkőzést, ebből hatot megnyertünk. Megvertük a, a horvátokat, megvertük Izraelt, megvertük a görögöket, megvertük a szerbeket, és ö, az bizonyította, hogy ezzel a kis csapattal, egy teljesen nyitott védelemben és egy gyors kontrajátékkal azért eredményesek lehetünk, hisz azért belül vannak nekünk is két méter közeli embereink. Nem ártana még bal, balátlövő posztra keresünk egy igazi jó átlövőt, de nem ártana még irányító posztra is találni és beállóba is egy ebben a keretben beélő játékost. A magyar serdülő válogatott őszel Győrben, majd egy franciaországi tornán és Csehországban az Európai Olimpiai Reménységek versenyén a korosztály fő megmérettetése pedig a 2017-es Győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál kézilabda tornája lesz.